Önjáró szállítóeszköz is dolgozik az EU-Fire Kft. Kocsordi gyárában. Nem csak a technológia, de az előállított egészségipari termékek is világszínvonalúak. Kovács Péter, a cég stratégiai igazgatója azt mondta, ebben az üzemben már elindult a gyártás, amellyel a magyarországi igények mellett exportra is tudnak termelni. Lélegeztetőgépek, újraélesztőgépeknek az alkatrészeinek gyártására, különböző tubusok, tehát ilyen garat tubusokra, ami ugye lélegeztetéshez szükséges, ilyen eszközök gyártására alkalmas, katéterdugó, gyakorlatilag különböző fém és műanyag eszközök gyártására, például védőszemüvegek, műtétekhez, oltásokhoz tudnak itt készülni. Na most az ETP második, illetve harmadik körén belül további egészségipari termékek gyártására pályáztunk, és a magyar kormány hathatós támogatásával tudjuk megvalósítani ezeket a fejlesztéseket. A második és a harmadik körben különböző sebészi kézi műszerek, úgy mint sebészi ollók, szikék, vérzéscsillapító eszközök, érfogó csipeszek gyártására alakítunk ki kapacitást, valamint a hazai egészségipart teljesen ki tudjuk szolgálni vizsgáló gumikesztyűvel. A beruházás része az úgynevezett egészségipari támogatási programnak. Ebben a térségben 10 milliárd forintot fordít a kormány a fejlesztésekre. A kocsordi gyár 2 milliárd forintból épült fel. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, kulcskérdés a járvány idején, hogy az ország a védekezéshez szükséges eszközökből önellátó legyen. Az egészségipar fejlesztése azt gondolom, hogy mai pandémiás időszakban nagyon fontos beruházás a magyar államnak, hiszen nem akar tovább várni a világpiacon uralkodó, aki kapja marja, vagy aki többet fizet, az viszi. Emlékezzünk a lélegeztetőgépekre, emlékezzünk a mostani vakcinákra, hogy gyakorlatilag az Európai Unió lekötött bizonyos mennyiséget, ezt a mennyiséget eladták a gyártók. Ezzel így vannak a különböző eszközökkel, minden olyan felszereléssel, ami az egészségiparba szükséges, itt a mikroszkóptól, a gumikesztyűn keresztül a maszkokon, de később ugye Debrecenben a vakcinagyár is fel fog épülni, tehát azt gondolom, hogy önellátásra fogunk berendezkedni, illetve azt gondolom, hogy akár exportra is tudunk termelni, hiszen akkor már nem Kínából, Oroszországból, vagy más európai országból, vagy Amerikából kell megvásárolni, hanem készen itt van Magyarországon egy egész gyártósor, vagy egy iparág fejlesztés van jelen pillanatban, és ennek itt vagyunk most Kocsordon egy kicsi részén, ahol jelen pillanatban technikai eszközöknek az esztergálása, az alkatrészgyártása folyik. A kocsordi beruházás csak egy része a megye egészségipari fejlesztéseinek. Őszre Mátészalkán még két fejlesztés épül meg. A három üzem évente képes lesz 230 millió fecskendőt, 190 millió injekciós tűt, 50 millió orvosi kesztyűt, 500 ezer szikét és 100 ezer műtéti csipeszt, valamint ugyanennyi sebészeti ollót legyártani. Ezzel önellátóvá válik az ország ezen a területen.